Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plusz Televízió térségi közéleti magazinjának 22. adásában. Bibók Barbara vagyok. Vendégünk lesz ifja Brónai Lajos, a Bagi Muharai Népi Együttes művészeti vezetője, aki meginvitál minket ez évig áll a műsorukra. Az adventi időszak elérkeztével a mai napon Paja János plébános úrral beszélgetünk a karácsonyi ünnepkör fontosságáról. Valamint Antal Ágnes okleveles virágkötő megtanít minket az adventi koszorú készítésének fortéjaira. Izgalmas adás lesz, tartsanak velünk! Adásban első vendégem ifja Brónai Lajos, aki a Bagi Muharai Népi Együttes művészeti vezetője. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. Számos sikerekről tudunk, amit az együttessel már elértetek, és erről szeretnék veled beszélgetni, de első ízben arra kérnélek, hogy mutasd be nekünk az együttest, milyen történelmi múltra tekintetek vissza. Rendben, hát igyekszem egy pár mondatban elmondani, bár lehet, hogy erre egy egész este is kevés lenne. Az együttesünk 1950-ben alakult, tavaly ünnepelte a 60. születésnapját, ugye idén 61 éves. Ez alatt az idő alatt számos nagynevű koreográfus, illetve néptáncoktató megfordult az együttesbe, és igaziból az elmúlt 3 évtized volt az együttesnek egy nagyon komoly fordulópontja és nagyon komoly meghatározó időszaka a munkásságot illetőleg. Ez alatt az idő alatt számos sikert, elismerést ért el az együttes. Elég nagy létszámmal dolgozunk, most már 150-es létszámot meghaladja a csoportok egybevont összességének a létszáma. És hát egészen a 3 éves kis táncos palántáktól kezdve a legidősebb korosztályig, tehát a 70-80 évesek korosztályáig minden generációt magába foglalnak a csoportok. Egy felkészítő, alsó, illetve ovis csoportból indulnak ki tulajdonképpen a táncosok. Ezt követően léphetnek tovább az alsó tagozatos csoport, felső tagozatos csoportokba, ezután az ifjúsági korosztályos táncosok csoportja következik, amiben már a még aktív felnőtt táncosok is becsatlakoznak, és akkor tulajdonképpen a hagyományőrző csoportunk az, amelyik a 60 éves múltra visszatekint. Talán mondhatom, hogy ez a csapat a leghíresebb, és igaziból országszerte és nemzetközi szinten elismert. Az előbb említettem, hogy 61. évünket, illetve hát születésnapunkat ünnepeljük idén. Elég öregek vagyunk már, de hát azért töretlenül dolgozunk. És hát igaziból a tavalyi év volt, amelyik egy elég nagyszabású esemény sorozatot foglalt magába. Én úgy gondolom, hogy méltán megünnepeltük a 60-as évfordulónkat, ezt Pest megye emlékérmével is jutalmazták. Gratulálok! Köszönjük szépen, illetve 2 évente megrendezésre kerülő hagyományőrző együttesek minősítési fesztiválján tavaly érdemeltük ki 7. alkalommal az országban legmagasabb pontszámmal a kiválóan minősült elismerést.
Az évek folyamán kialakult, illetve vezetésem alatt egy évvégig áll a műsor, természetesen jubiláló műsorok már az előző években is voltak, általában 5 évente, illetve 10 évente fordultak ezek elő, és jött egy ilyen úttörő ötlet az egyesületünk közreműködésével természetesen, akinek a munkáját itt nagyon kiemelném, hiszen az egyesületünk elnöke Ritec György a tényleg a legmegfelelőbb válszélességgel abszolút mindig az együttesünk és a táncosaink mellett van, illetve a jelenlegi titkárunk Péter Tibor munkáját, ő is nagyon-nagyon sokat tesz az együttesért, és nagyon sokat dolgozik azért, hogy előrébb jussunk, és a magas színvonalat megtartsuk, és természetesen sorolhatnám még a köszöneteket, hiszen az egész elnökségünk nagyon sokat tesz azért, hogy ezek a műsorok, előadások, illetve a táncegyüttes színvonala töretlen legyen, de visszakanyarodnék, tehát kialakult egy éves, évvégi gálaműsor, amit idén is szeretnénk megvalósítani. Módon. Igen, rendhagyó módon két előadással. Igaziból ez az aktuális év munkáját foglalja mindig össze. Tehát megpróbálunk mindig egy olyan repertoárt nyújtani a közönség számára, akik ellátogatnak erre az évvégi gálaműsorra, akik azt láthatják, hogy évközben mi az, amivel foglalkoztunk, mik azok az újabb táncanyagok, amiket tanultunk, illetve a régebbi koreográfiák, amik felújításra kerültek, ezeket bemutassuk, illetve prezentáljuk számukra. Az idén ez december 10-én és 11-én kerül megrendezésre ez a gálaműsor. Így van, ez egy szombat-vasárnap. Méghozzá azért két napon, mert hogy annyira sikeres az együttesetek, hogy az első napra szervezett gálaműsornak az összes jegye elkelt, és hogyha jól tudom, akkor már a második napon is nagyon-nagyon sok jegy elkelőben van, illetve már el is kelt. Mik lesznek azok a koreográfiák, itt említetted, hogy visszamenőleg ebben az évben ugye megmutatott repertoárból fogtok itt publikálni. Milyen műsorszámokra lehet számítani? Próbálunk mindig egy pici újat nyújtani, és valami tematikába fűzni ezeket a műsorszámokat. Most a téli ünnepkörhöz tartozó szokásokat fogjuk egy csokorba foglalni a hagyományőrző csoporttal. A gyerekeknek az idei új anyag, amit tanultak, az a széki táncanyag volt, illetve hát az ő műsorai közül nem maradhat ki a bagi, tehát a hazai táncanyag, ezt viszont minden évben bemutatják, illetve minden évben eltáncolják, hiszen a tagok folyamatosan cserélődnek a gyerekcsoportba, és hát természetesen ez az, ami a legközelebb áll a táncosainkhoz, hiszen ugye hazai anyagot táncolnak színpadon, és hát az ifjúsági csoportnak a műsoráról most nem szeretnék beszélni, mert ez meglepetés lesz, ez is egy abszolút rendhagyó dolog lesz, illetve egy rendhagyó különálló műsor, és hát bízom benne, hogy elnyeri majd a nézők tetszését. Annyit azért szeretnék megemlíteni, hogy a támogatói jegyek közül még lehet igényelni, ugyan a szombati műsorunk az már teltházas, de a vasárnapi előadásra még vannak jegyek, és hát nagyon sok szeretettel várjuk. Megvásárolni a jegyeket? A próbáinkon, ami kedden, szerdán és csütörtökön a Bagi Művelődési Házban van 5 órától 9 óráig, illetve a Bagi Árvácskás virágboltban. Értem. Van-e még egyébként más műsorszámotok, amire készültök a gála mellett, fellépésetek? Éppen tegnap jöttünk haza, a Kossuth téren voltunk az adventi, első adventi vasárnap nyitó műsorán adtunk egy órás műsort, és hát hál' Istennek most az év vége felé jönnek majd a szokások, illetve hát a betlehemi szokás gyakorlás, amit ugye mi minden évben a fiúkkal megtartunk, és nagyon szívesen látnak bennünket. Ugye járunk elsősorban a táncosok között házról házra, de nagyon sokszor jelezték már nekünk, hogy szeretnék, hogyha betlehemezni mennénk hozzájuk, és természetesen azért amennyire tudunk lehetőségeinkhez képest ennek eleget is teszünk mindig. Azt említetted, hogy korosztályban nagyon színes a palettátok itt az együttesen belül, de hogyha földrajzilag nézzük az összetételt, akkor honnan jönnek hozzátok a táncosok, akik igaziból a teljes Galgamentéről, tehát nem mondhatjuk azt, hogy csak bagi táncosaink vannak. Nagyon sokan jönnek Hévízgyörkről, Kartalról, aszódi táncosaink is vannak, Galgamácsáról, Püspökhatvanból. Tehát elég, hál' Istennek, elég sok településről kíváncsiak, és be is csatlakoznak a munkába.
azok a táncosok, akik már mondjuk hosszú éve az együttes tagjai, és már elértek egy bizonyos szintet, ők később oktatnak is, és viszik tovább országszerte a tudásukat, vagy pedig megmaradnak az együttesen belül? Ez is nagyon változó. Nagyon sok táncosunk van, aki vagy profi táncosként egy profi együttesbe megy, és hivatásos táncosként dolgozik tovább. Vannak, akik közül akár táncoktatók is cseperednek. És hát van olyan is, aki főbb hivatásaként egy teljesen más dolgot választ, tehát egyetemen, illetve magas szintű főiskolákon tanul tovább, és mellette természetesen az együttes, az amatőr együttesünknek a tagja marad. Jelzem azért, hogy ezt az amatőr jelzőt, ezt egyáltalán nem pejoratív értelembe kell érteni, hanem itt a némelyik együttest, illetve táncsoportot az amatőr és a profisz szint különbségtől a fizetés különböztet csak meg. Tehát tudásban már-már ugyanaz a tudásszint, tehát tánctudásszint, csak az egyikük kap érte honoráriumot, a másik pedig keftelésből csinálja szimplán. Érthető. Hogyha a sikereiteket tekintjük, akkor az ország határain túl hol ismerhetik még a ti neveteket? Hát mindenféle szerénység nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nagyon kevés olyan kontinens van, ahol nem volt még az együttesünk, talán a sarkörökön, illetve Ausztráliában, de egyébként... Gondolom tervezitek azért. Igen, jó lenne. Jó lenne, hogyha majd előbb-utóbb összejönne az is, már nem a sarkör feltétlenül, hanem egy ausztrál turné. De voltunk szerte Európában, mindenütt, Amerikában, Afrikában, és hát természetesen sorolhatnám. Szerintem könnyebb lenne felsorolni azokat az országokat, ahol nem volt még, és nem fordult meg az együttesünk. Hogyha ki kellene emelned egy kedvenc emléket így az együttes kapcsán, akkor mi lenne az? Hát ami talán a közelmúltban volt, és nekem egy elég nagy élmény volt, ez Zakopanéban volt a Hagyományőrző Hegyvidéki Fesztiválon. Egy elég neves fesztivál volt, ahol, és versenyszintű fesztivál, ahol hagyományőrző kategóriában elsőként indult magyar csapat. Voltak kint már, tehát talán több is, mint 10 éve már járnak ki magyar táncegyüttesek erre a versenyre. Bár hagyományőrző kategóriában még nem próbálta meg azt sem, aki eredetileg annak tervezte, illetve tehát abban a kategóriában tervezte, hogy indulna. És hiszen elég erős a mezőny, és ott nemzetközi szinten a harmadikok, tehát bronzfokos érdemeltünk ki, illetve hát mellette a generációk nagy díját, külön díját kaptuk még meg, és még megnyertünk egy énekversenyt is. Egy ottani gorál éneket kellett minden résztvevő csoportnak megtanulni, és nagyon-nagyon színes fesztivál volt, elég nívós szervezéssel, és hát nagyon jól érezték a táncosok magukat. És hát egy egész csokor díjat hoztatok haza. Igen. Tulajdonképpen. Igen. Kanyarodjunk egy picit vissza a mostani gála műsorhoz. Ugye december 10 és 11 a Bagi Művelődési Ház fog otthont adni. Igen. Ennek a gálának. Említetted már, hogy milyen műsorszámokkal készültök, amik között meglepetés is lesz. Ki az, aki fogja kísérni a táncosokat? Az állandó kísérő zenekarunk a Fix Team zenekar. Nagyon régóta dolgozunk már velük, és hát igaziból ők az együttes mellett, a Muharai együttes mellett nőttek fel. Annak idején a népzene oktatás még Szadán is működött, és a szadai oktatás, népzene oktatás szoros kapcsolatban volt az együttes, a Bagi együttesnek a munkájával, gondolok itt közös táborokra, illetve közös rendezvények megszervezésére, ahol ők, mint gyerekzenész, kezdtek el a gyerektáncosok mellett kíséreteket vállalni, illetve mellettük tanulták meg a különböző dialektusok zenéit, illetve külön a tájegységek, illetve falvak, települések zenéit. És hát menet közben folyamatosan a munka során hozzánőttek az együtteshez, és hát mi ezt a hagyományt nem akartuk megszakítani, nem beszélve arról, hogy egy profi zenekarról beszélünk, nagy tudású zenészekkel. Ilyen zenekar dukál egy profi együtteshez, azt gondolom. Köszönjük. Lesznek vendégfellépők is esetleg a gála műsoron? Nem, a gála műsorra nem szoktunk vendégfellépőket hívni, ez általában mindig a saját műsorunk, saját előadásunk. Igen.
Értem. Hát tekintettel a teltházas előadásra és a majdnem teltházas második napi előadásra, én azt gondolom, hogy nagyon nem kell propagálni a ti rendezvényeteket, de mégis mit üzennél a tévénézőinek, miért érdemes még azt a néhány meglévő jegyet is gyorsan elkapkodni a vasárnapi napra? Én úgy gondolom, hogy minden ilyen előadás, és legyen az akár egy tánc, akár egy színi előadás, vagy akár egy zenei koncert, én úgy gondolom, hogy az élő műsor, az élő előadás varázsát igaziból nem lehet pótolni. Természetesen, aki nem tud eljönni, lesz majd módja, hogy későbbiekben pótolhatja. De én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a helyben eltöltött időnek, illetve tehát az élő előadásnak a varázsát nem nagyon lehet mással helyettesíteni. Buzdítjuk tehát kedves nézőinket, hogy minél hamarabb csapjanak le a még meglévő jegyekre. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt Lajos, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Paja János tisztelendő urat, ura és Váczent László plébánosát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelendő úr, advent második vasárnapja holnap elérkezik hozzánk. Mit jelent a kereszténység életében advent és a karácsony közelette? Az advent az egy ősi, régi latin szóból, két szóból származik. Azt a latinban úgy, hogy adventus domini, az Úr eljövetele, de mi csak úgy használjuk, hogy várakozás, mert ez sokkal egyszerűbb, pedig Jézus Krisztus eljövetelét várja a keresztény világ ilyenkor, még akkor is, hogyha a elvilágiasodott életforma egészen másról beszél. Az advent jelképe egy koszorú, ami itt van előttünk is, ami négy gyertyaék, három lila és egy rózsaszín. A lila mindig a bűnbánat színe, mert a keresztény ember Jézus születésére, karácsonyra is bűnbánattal készül, mint húsvétra. Ott egy hosszú, nagy böjt van, 40 napos, itt csak 4 hét. Ezért valahol máshol kis böjtnek is nevezték ezt az adventet. És ezért lila három gyertya. A negyedik azért rózsaszín, mert a lilába egy kis, sőt nem csak egy kis, hanem nagyon nagy öröm vegyül, mert Jézus születése megtörtént már 2000 évvel ezelőtt, és ezt ünnepli az egyház minden karácsonykor. Ezt az örömet fejezzük ki a rózsaszín gyertyával, mert ugye fehér az öröm színe, a lila a bűnbánaté, kettőt összevegyítjük, akkor rózsaszín lesz belőle. És a harmadik vasárnapon szoktuk meggyújtani a rózsaszín gyertyánkat, mert ott még egy hét van a bűnbánatra, hogy igazán fölkészüljünk Jézus születésének ünnepére.
Sajnos azt tapasztaljuk a mai világban, hogy egyre több ember egyre kevésbé éli meg ezt a várakozást, és egyre kevésbé veszi ki a lelki részét ebből a dologból. Ez ugye problémát jelent, de hogyan tudnánk ezt a problémát orvosolni? Mi az, amire oda kellene figyelnünk a mai világban, hogy ez a dolog egy picit visszabillenjen a régi valójába? A mai világ legnagyobb kínja baja, szerintünk legalábbis, akik Jézus Krisztus élete szerint próbálunk élni, hogy túlságosan rohan. Tehát nincs ideje a várakozásra az embernek. Ő most akar mindent, de azonnal. A gyerekek is így nőnek fel sajnos, hogy ők most akarják a dolgaikat, és nem az van a szótárukban, hogy kérem szépen, hanem az, hogy akarom. És ez kifejezi a mai embernek ezt a tempós életét. A várakozásban ott van a csönd, amit nem nagyon szeret a mai ember. Ott van a bűnbánat, ahol megismerem egy kicsit önmagamat, hogy milyen a belső világom, hogyan állok a másik emberhez, ha vallásra, akkor hogyan áll az Istenhez, milyen viszonya van. És a csöndben, meg ebben a bűnbánatban azért átformálódik az ember. A Biblia számtalan ilyen példát mutat nekünk. Ábrahámtól kezdve egészen Ószövetségbe, egészen Dávidig, sőt Jézus születéséig, ahol Simeon meg Anna várják a megváltó születését, és egészen más volt a várakozásuk, míg nem találkoztak Krisztussal. Amikor már kezükbe fogták kis csecsemőt, akkor egészen más volt a gondolkodásuk az eljövendő megváltóról. Tehát így formálna át az ember életét is, meg a gondolatvilágát is, ha igazán tudna csöndben lenni és várakozni. A hétköznapjainkban mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez a csönd megérkezzen az életünkbe? Hát először kéne kapcsolni a hangosító berendezéseinket, magnót, rádió, tévét, vagy ha ezt nem, akkor legalább esténként olyan 5 percet önmagunkkal foglalkozni. Az advent arra is jó a keresztény embernek, hogy egy kicsit többet foglalkozik a lelki világával, előveszi a Szentírást, és elkezdi olvasgatni. A legszebb szentírási idézet ilyenkor Izaiás próféta, mert ő az advent profétája, keresztelő Szent János mellett, és az ő jövendőléseiben van egy ilyen mondat, amit számtalanszor idézünk, hogy íme a szűz fogan, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el, ami azt jelenti velünk az Isten. És Isten nem csak 2000 évvel ezelőtt volt velünk, meg nem csak az Ószövetséggel volt, hanem a mai emberrel is ott van, csak nem veszünk róla tudomást. Tehát Isten mindig halkan jön. Ott áll az ajtóban, és várja, hogy kinyissuk az ajtót, aki nincs belül van. Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy az ajtó azáltal ki fog nyílni, hogyha csupán kezünkbe vesszük a Bibliát, elolvassuk egyszer-egyszer. De az egyház pedig azt kéri, illetve azt tanácsolja, hogy a közös szentmiséken vegyünk részt. Ez miért fontos, hogy ott legyünk a templomba és a szertartásokon figyelemmel részt vegyünk? Hát önmagunkból kell kiindulni. Az ember közösségi lény. Ott érzem jól magam, ahol közösség van, ahol szeretnek, ezért van a család. Ha nincs család az ember körül, megpusztul a szeretet hiánytól. A keresztény közösséget Jézus Krisztus akarta akkor, amikor 12 apostolt kiválasztott maga mellé, vagy maga köré, és rájuk bízta az ige hirdetést. Ettől kezdve ez az apostoli gárda egymást támogatta. Aztán, amikor körülötte épülnek a kisebb közösségek, azok is azért épülnek, hogy ott abban a pogány tengerben egymást tudják támogatni akkor, amikor Krisztusról kell tanúságot tenni. Ma ugyanez a pogány tenger vesz bennünket körül, és ezért kell egy közösség számunkra, ahol érezzük, hogy ugyanazt vallják, mint mi, ugyanúgy próbálnak élni, mint mi, és ráadásul a templomban ott van számunkra Jézus Krisztus élő valóságként az oltári szentségben. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt manapság, hogy a gyermekeink is közösség nélkül nőnek fel, bár ugyanott a család, de elfordulnak a közös programoktól, akár a szülők, akár a gyermekek, és ezáltal lelkileg magukra maradnak a gyermekek. Ez ugye nyilván azt eredményezi, hogy talán még inkább rohanó világot fognak majd ők megélni felnőttként, mint amit most megélünk. Hogyan tudnánk ezt a problémát orvosolni, hogy a gyerekek ne így nőjenek fel? A gyerekeket ki kéne mozdítani otthonról, és nagyon nehéz feladat kimozgatni. Turán próbálunk számtalan ilyen lehetőséget kínálni nekik. Egy focipálya ott van a plébánia kertjében, ahol hetente edzenek a gyerkőzök többször is. A hittanosoknak is van hittanos nap, aztán vetítek nekik mostanában szombatonként ilyen Walt Disney-s rajzfilmeket a kisebbeknek. Tehát valamilyen közösséget szeretnénk kialakítani. Mi is cserkészet van, Mária lányok, minisztrások, ifittan, sok minden közösség van ott, és azért vannak ezek, mert hogy megpróbáljuk oda hívni, oda megszólítani a többieket is. Persze én ezt nem tudom megtenni, mert ott nekem millió meg egy dolgom van, ezt azoknak a fiataloknak kell megtenni, akik már találkoztak ezzel az érzéssel, és ezt az örömhírt tovább vinni. Ez a feladata a mai embernek is, nem csak a fiataloknak, az idősebb korosztálynak is. Tehát a szülőknek
komolyabban kéne venni egy kicsit a gyerekek nevelését, mert a testi nevelés az ott van, vagy legalábbis megpróbálják elkényeztetni őket, csak a lelkükkel nem foglalkoznak. Amikor majd elérkezik Jézus Krisztus születése és karácsonykor összegyűlik a család, mit tanácsolna plébános úr, hogy hogyan töltsük el azokat a napokat, amikor ott együtt vagyunk, és egymásra jut időnk figyelni, remélhetőleg jut időnk egymásra figyelni? Hát, ha igazán keresztény módon szeretne az ember ünnepelni karácsonykor, akkor az a gyerekkori, régi gyerekkori szokásaink kellene, hogy visszajöjjenek, hogy sötét szoba, ahol ott van a fenyőfa fölállítva alatt az ajándékok, a gyerekek kint, és akkor valamilyen szertartást bevezetni a családba is, mert szertartás nélkül nem tudunk élni. A születésnapjaink is szertartásokkal kezdődnek, vagy legalábbis megpróbálunk egy kisebb közösségben szertartással megünnepelni önmagunkat. Ugyanígy kéne a karácsonyt is, mert Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Ne Jézus nélkül akarjunk ünnepelni, az nem születésnap, hogyha anélkül ünnepeljük a születésnapot, ha ott lenne az, akit ünneplünk. Tehát ne a fenyőt ünnepeljük, hanem Jézus Krisztust, és ezt olyan szertartásra szoktam én a ministrásoknak, hogy földíszítve a fenyőfa, és előveszük a Szentírást, elolvassa egyik gyerkőc a születés történetét, aztán éneklünk egyet, és utána viszem be őket abba a szobába, ahol az ajándékok vannak. Tehát ugyanezt meg lehet csinálni a családon belül is, egy másfajta szertartás keretében. Egy kis odafigyeléssel. Igen. Hogyan tudjuk mindezt a szertartást belecsempészni, belevarázsolni az adventi várakozási napok hétvégébe, amikor meggyulladnak ezek a bizonyos gyertyák a koszorún? Hát itt is megint a csönd kellene, hogy egy kicsit szót kapjon, mert a csöndnek épp az a lényeg, hogy elgondolkozzam azon, hogy miért ég az a gyertya, mit jelent a gyertya egyáltalán. A gyertya tulajdonsága az, hogy úgy világít, hogy közben emészti önmagát. Különben nincs fény. Tehát a keresztény embernek ez lenne a feladat ebben a társadalomban, hogy világítson elsősorban, persze azt tudja adni, ami van neki. Tehát ha van hitem, akkor tovább tudom adni, ha nincs, akkor nem tudok mit tovább adni, ezért kell tanulni, újra meg újra fejleszteni a hitünket is, szentíráson keresztül, különféle könyveken keresztül olvasgatni néha. Tehát én azt szoktam mondani az embereknek, hogy esténként 5 percet kell rászánni arra, hogy egy kicsit foglalkozunk a lelki dolgokkal. Csak 5 percet, többet ne, és az pont elég arra, hogy az ember kicsit közelebb kerüljön a Jóistenhez. És adventben, ha még többet rászánunk, akkor még jobban kijön az adventi gyertyáknak a jelentősége, hogy én vagyok az a gyertya, aki ott égek, és ha egy családban több ilyen gyertya ég, akkor egyre nagyobb a fény. És egyre több gyertyát gyújtunk meg mi is azért, hogy a nagy fény, az igazi fény, Krisztus világítson majd nekünk karácsonykor. Ez történik akkor tulajdonképpen a Szentmiséken is, hogy ott összegyűlik a sok pici fény, és egy nagyot alkot. Hogyan alakul az advent időszakban a Turai, illetve a Vátszentlászói Szentmisék rendje? Turán régi hagyománya Roráte. Ugye az Roráte az hajnali Szentmise, reggel 6 órakor van minden nap, egész karácsonyig, szombaton is. A Roráte az a szűzanya tiszteletére bemutatott Szentmise volt nagyon régen, tehát ma is a Roráte inkább a szűzanya tiszteletét kell, hogy egy kicsit építsék az emberek lelkében. Erre próbálja az egyház a liturgiájával fölhívni az emberek figyelmét. Szent László már nem tudom megcsinálni ugyanezt, hogy Roráte legyen, mert egyszerre csak egy helyen tudok misézni. A vasárnapi szentmisék azok rendes időben vannak, úgy, mint általában, hogy Turán reggel 7-kor, Szent Lászlón 8:30-kor, Turán 10:30-kor, és akkor ilyen szaladgálós napon van a vasárnap. A karácsonyi az már egy más ünnepkör, tehát az éjféli szentmise, hogy az csak Turán van, éjfélkor csak egyszer misét az ember, a Szent Lászlóit azt inkább éjszakai misének nevezem, mert az 10 órakor kezdődik. És így mind a két falu megkapja azt az ünnepséget, vagy azt az ünnepet, azt a fényt, igazi fényt és pompát, amit ők szeretnének karácsonykor a lelkükben elvinni. Mind a két helyen van énekkar, és az emeli a színvonalát ezeknek a szentmiséknek. Ha jól tudom, akkor itt a karácsonyi várakozás mellett a Turai Egyházközség egy jubileumi ünnepséggel is büszkélkedhet az idén. Miről is szól ez az ünnep? 100 évvel ezelőtt felújították, illetve meg hosszabbították, meg nagyobbították a templom belterét is, és ennek a fölszentelési évfordulója lesz december 18-án. Erre készülünk, még folyamatban van a szervezése, annyit tudunk mindössze, hogy 18-án a 10:30-es szentmisé lesz az ünnepélyes megemlékezés erről az évfordulóról, az énekkar már készül, mi meg az hitoktatókkal csütörtökön ülünk össze, és akkor beszéljük meg a programot, hogy mi lesz az, ami igazán kiemeli ezt a vasárnapot a többiből. Mert mondtam még egyszer, hogy ez ünnep nagyon fontos az ember számára. Ja, vasárnapi ünnep is, hogyha még egy kicsit a vasárnapot meg tudjuk
jobban emelni valami más szertartással, vagy valamilyen más programmal, akkor még jobban benne marad az emberekbe, hogy 100 éves volt a templomunk. Plébános úr, búcsúzóul mit üzenne a tévénézőinek? Mit tegyenek annak érdekében, hogy ez az idei karácsonyi adventi ünnep, ez még inkább nagy jelentőségű legyen az életükben? Én azt kívánom, hogy ott a lelkük mélyén érezzék meg azt a szeretetet, amit Krisztus hozott ebbe a világba, mert minden ember vágyik erre a szeretetre. Szent Ágoston fogalmazta meg annak idején a Vallomások című könyvében, nyugtalan a mi szívünk, Uram, amíg meg nem nyugszik benned. Tehát az ember nyugtalanul keresi azt a boldogságot, ami ott van benne. Tehát nem máshol kéne keresni, csak önmagunkban. Ezért kicsit csöndbe lenni, kicsit önmagunkban nézni, és felfedezni, hogy Isten szeret engem. Úgy szeret, ahogy vagyok, olyannak, amilyen vagyok, csak azt szeretné, hogy jobb legyek. Ámen. Ámen. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Nagyon szívesen. Nyilvános úr, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Mai adásunkban utolsó vendégem Antal Ágnes, a Bagi Árvácskás virágüzlet tulajdonosa. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen. Már bőven belecsöppentünk az adventi készülődésbe, éppen ezért egy adventi koszorút fogunk most itt elkészíteni, amiben segíteni fogsz nekünk, hogy az otthonunkban hogyan tudjuk ezt megcsinálni. Nagyon-nagyon egyszerűen szeretném bemutatni, mert az egyszerűség az mindig könnyebb, mint egy kicsit komplikált. Kezdjük azzal, hogy a kerekkoszorú, a fenyő, a gyertya, a szallag és a különböző tobozok és díszek. Kezdjük a gyertyának a felszúrásával. Tehát minden alapanyagunk megvan, így van. Beszereztük, így van. Kipakoljuk, és amikor minden kéznél van, akkor kezdünk el dolgozni. Te már hoztál egy részben előkészített alapot nekünk. Igen. Itt fogjuk befejezni úgy, hogy lássák a kedves nézők azt, hogy milyen egyszerű egy ilyen koszorút elkészíteni. Tehát veszünk egy moha kerek alapot, így amit van. Boltban, üzletben meg tudnak vásárolni, aztán szépen kimennek a kertbe, az erdőbe, és lenyisztantanak néhány fenyőágat. Arra kell odafigyelni, hogy a fenyő az ne potyogós fenyő legyen, uh-huh. Azt hiszem ezt már említettük. Tehát vastag tűlevéllel. Igen, ez egy Abies nobilis nevezetű fenyő. Igen. Ez sajnos nálunk nem él, ez kint Norvégia, skandináviai részeken él. Ez egy nagyon-nagyon hálás fenyő, ez nem potyog, ez szárad. És ha ügyes a készítője, akkor jövő évben még egyszer fel lehet tenni egy kis csalással, műhóval, vagy aranyfestékkel le kell fújni. És vagy akkor... egy kis zölden. Igen, nem, jobb a műhó. Jobb a jó, műhó. Akkor hétenesen. Kezdjük el. Kezdjük. Gondolom, nem azt fogjuk a koszorúra rárakni, ha már most meggyújtjuk így az elejét. Nem, ez egy nagyon egyszerű. Ehhez a gyertya felszúrásához egy vastagabb drótot használunk. Ezeket a drótokat, ezt virágüzletbe lehet vásárolni, ott lehet a legjobbakat venni, és meg kell kérni az üzletben dolgozót, hogy segítsen. Elvágtuk. 10-15 centire körülbelül gyertyafüggő, igen, gondolom. Függő, igen. És azért melegítjük meg, minden egyes alkalommal jó, ha melegítjük a gyertyát, még akkor is, ha gyertyatalpra tesszük, mert ne feszítsük szét a gyertyát. Ez egy pár perces melegítés. És ezáltal könnyen bele fog olvadni. Így van, beleolvad. Ez a gyertya egy lila gyertya lesz, tehát ez egy hagyományos jellegű adventi koszorú lesz. Színeit tekintve. Tekintve. Ez a katolikus egyház által liturgikus színekben használt lila és rózsaszín, ez az eredeti, de majd meglátják a kedves nézők, hogy mi itt most nem lilával és rózsaszínnel, hanem gyöngyházzal fogunk dolgozni. Sajnos ebben a fajta gyertyában nem kapok rózsaszínt. Ennyi az egész. Csak benyomjuk. Igen, arra figyeljünk, tehát gyermek kezébe ezt ne nagyon adjuk, hogy nehogy sérülést okozzunk. Felszúrtuk a gyertyát, elkészítjük a szallagot. Köszönöm szépen. Nagyon egyszerű, amelyre a szallag hajlik, mindig ezt szoktam a kedves vásárlóknak tanítani, amelyre hajlik a szallag, ez egy drótos szélű, nagyon könnyű készíteni. És csak egy szimpla, egyszerű két tágú kis masnit készítünk. Kétfüleset, én így hívom. Kétfüleset. Ehhez egy nagyon vékony drótot használunk, azért vékonyat, mert mindig úgy tessék a dróttal dolgozni, mintha zsinór lenne. Tehát nem drót, hanem ez egy kötöző zsinór. Ennyi az egész.
A következő, amivel felszúrjuk, én kis Jancsikáknak hívom, mert ugye... Az, nem ezzel fogjuk felszúrni? De azzal, a következőt mondom. Ja, hogy a következő igen, felszúrás. Igen, egy újabb tárgyunk. Egy drótot vágunk a fenyőgaljak stabilizálásához. Én kis Jancsikáknak hívom ezeket, mert meghajlítjuk kis egyszerűen. Olyan, mint a gémkapocs. Használható egyébként az is, ha valaki széttekeri? Nem elég megfelelő, igen. Tehát a virágüzletbe kell akkor megfelelőt. Itt elkészítettünk. Következő, méretre vágjuk az ágat. Mindig arra figyeljünk, hogy bepróbáljuk, tehát ne azonnal. Megnézzük, megfelelő. Mutatom a mozdulatot, látod? Ilyen, ilyen féloldalas mozdulat. És ha nem megy, ha nem engedi a koszorú alap, akkor segítséget hívsz egy szerszámtól, és aznak a segítségével benyomod. Ennyi az egész. Látod, milyen kis egyszerű dolog? Már is sokkal jobban fel van öltöztetve ez a koszorú. Így van. Pedig még színek nincsenek is rajta. A következő, a takarás még mindig. Az oldalára is figyelünk. Igen. Másik felére is ugyanígy teszünk. Különböző fenyőfajtákkal is lehet egyébként fedni? Igen, igen, normand fenyő, ami egy nagyon-nagyon jó. Nagyon figyeljünk oda, hogy a normandot és a jegenyét azt össze szokták keverni. Egy családba tartozik a normand, itt is takarunk. A normand és a jegenye, csak a normandnak ilyen jó sűrű tűi vannak, mint ennek a nobilisnek, a jegenyének pedig szimpla. Értem. Sokkal kevésbé fedt. Igen, igen. Az ezüstfenyő az nem igazán jó, mert potyog. A Douglas fenyő az nagyon-nagyon jó, mert isteni finom illata van. Citrom illata a Douglasnak, és finom, puha. A lucfenyő az sajnos potyog, és az azért nem jó. Ennyi az egész, tehát láthatjuk, hogy egy két pillanat alatt le tudom tűzni. Figyelek rá, még be is hajlíthatom, de ezzel nem kell semmit csinálni. Így természetesen. Természetes. Következik a gyertya. Beleszúrjuk. Megnézzük, hogy a drót leér. Akkor sajnos vágni kell. Vágjuk. Így van. Én ehhez egy csípőfogót használok, mert jó, az én ollommal lehet vágni, de ehhez csípőfogó kell. A háztartásbeli ollók általában nem alkalmasak. Nem, virágkötő ollók. Vagy legalábbis utána másra nem lesznek alkalmasak. Tehát bent van a gyertyánk, a következő gyertyákat majd később helyezzük el. Ez is egy picit hosszú lett. Tehát itt látni, hogy nekem jó ollom van. Betesszük a masnit. Ennyi az egész. Készen van az alapunk. Igen. Is. Megmelegítettük a ragasztópisztolyt. Aki szeret ilyesmivel foglalkozni, annak érdemes ragasztópisztolyjal. Azért tesszük ide, mert folyik a ragasztópisztoly. Vigyázzunk rá, mert forró. Akinek kreatív hajlamai vannak, aznak érdemes ragasztópisztolyt odahaza tartani. Ez a toboz, a Douglas fenyőnek a toboza. Én azért szeretem, mert olyan kis különleges. Úgy néz ki, mint egy kis karácsonyfa. Oldalról. Ilyen hamar oda is köt hozzá? Oda kell igazítani, forró. Látod, hogy egy picikét füstöl a ragasztó, most nagyon forró. Más ragasztó típusok alkalmasak? Nem jó hozzá, ezt valamikor réges-régen úgy csinálták a virágkötők, hogy minden egyes tobozt megdrótoztak. Most egy érdekes növényt fogunk használni, ez az izlandi zuzmó, amely meg van festve, eredeti állapotában szürke. Ragasztjuk ezt is. Én mindig szoktam sajnálni az élő növényi részeket, és ilyenkor gondolatba bocsánatot kérek a forró ragasztó miatt. Óvatosan körbe ragasszuk. Én ezt azért teszem ide, hogy eltakarjuk a munkánknak a folyamatát, és egy díszt képezzünk. Tehát ide tesszük. Illetve hát így jobban egységet alkot, komplexebb lesz pontosan. Az egész gyertya. Megint egy nagyon érdekes dolgot vettünk föl. Ő a lótusz. A gyerekeknek mindig elmondom, hogy Egyiptomnak a szent növénye a lótusz, és az ázsiai országokban fogyasszák a gyökerét különböző ételekben. Ezek jó nagy példányokban van is kapható, de ez ilyen minike, és rettentően jól mutat. Ennyire feldobja. A következő a hulladéknak számító régi-régi dolgaink, amiket nem dobunk ki, mert mindig gyűjtögetünk, bepróbáljuk.
természetesen, őt is. Őt is ragasztjuk. Őt is ragasztjuk. Az ilyen műanyag dolgokat, a műanyag dolgokat mindig óvatosan, mert megolvasztja ez a meleg. Tehát csak vékonyan, ahogy vékonyan, az előbb is igen. Picikét teszünk rá. Így van. És tulajdonképpen az egy gyertyánk díszítése az már készen is van. És én egy picikét ügyes voltam, és előre dolgoztam. Tehát akkor ez, így néz ki a koszorunk. Így van. Amikor már teljesen készítettük mind és a három még egyszer bedíszítsük, befejezzük a koszorút, és itt lehet látni, hogy a gyertya színe az teljesen más, tehát nem rózsaszín. Őt gyújtjuk meg harmadszor, az öröm ünnepén. És a várakozás közepén, hogy várjuk Krisztus születését. Tehát itt ugyanúgy megragasztozzuk a tobozunkat, óvatosan betesszük. Tehát még egyszer elmondom, meg kell mindig előtte próbálni, de már mikor a negyedik gyertyát díszítjük, akkor nem kell próbálni. Akkor már látjuk, hogy hogyan és mind kell készíteni. Akkor már rutinosan igen. Csinálja az ember. Közben forgatom, hogy jobban lássák a nézők. Milyen alapanyagokat használhatunk még egyébként ide a díszítéshez, hogyha mondjuk nincsen éppen a közelben izlandi zuzmó, vagy... Ide egy masnit is lehet tenni, egy ugyanilyen jellegű masnit, amivel takarunk. Azért takarjuk ezt a részt, mert azért a belső részét is díszíteni kell egy koszorúnak. Jó. Ó, nem hoztam a tobozt, elhasználtuk a másikhoz, elfelejtettem ilyet hozni. Nem baj. Nem baj. Itt kimaradt egy harangocska. Most azt fogjuk látni, hogyha valaki kevesebb tobozzal igen, számol, igen. Akkor hogyan oldja hát meg a problémát. Hát ezt most elrontottuk, igen. Nem baj, befejezzük. Így mi? Fel sem fog tűnni, hiszen nem az a lényege, hogy szimmetrikusan működjön a dolog. De ezeknél a koszorúknál, a szemben állós koszorúknál mindig törekedni kell a szimmetriára. És ha egy picikét megnézzük, akkor itt a harangocskáknál is figyeltem arra, hogy két haranggal dolgoztam, és itt is a szimmetria miatt figyelni kellett volna. Igen. Igen, ki tudjuk egészíteni ilyenekkel is, nem? Hát azt máshova fogjuk az tenni. Az máshová kerül? Igen, máshová kerül. Ja, látom, itt van a helye. Igen. Ott van a helye. Elhelyeztük a szallagunkat, és megmutatom azt is, hogy azt hogy kell betenni. Tehát itt semmiféle anyagot szinte nem dobálunk ki, hanem megpróbáljuk felhasználni. Maradék boát, maradék karácsonyfadíszt, amely lehet bármilyen saját kezűleg sütött mézes kalácsot. Vagy akár szárított gyümölcsdarabok, az van, is eszembe jutott, még hogy az illat miatt ugye igen, fölrakjuk a karikákat igen, a radiátorra, és aztán milyen jól mutat van, a koszorún. Így van. Vagy a gyermekek által készített, sógyurmából készített különböző dolgok. Nagyon azt is szép, koszorúra. Nagyon szép, nagyon szép tud lenni. Készen vagyunk, szinte. Na most ezt is lehet egy picikét csillogózni. Még inkább fényezzük igen, a koszorút. Fényezzük. Erre megint nagyon oda szoktam figyelni, hogy csak a termések kapjanak. És itt egyetlen egyet fogunk most lecsillogózni. Legalább így látszik a különbség is. Igen, hogy elrontottam. De azt hiszem, hogy a kedves... Nem arra gondoltam, hanem, hogy a fényes és a fénytelen különbség. Hogy a kedves nézők megbocsátják ezt nekem, hogy elfelejtettem a lótuszt. Szerintem annyira szép, hogy fel sem tűnik, mert összességében nézik a kedves nézők. És óvatosan, na most ilyen csillámot bármelyik kreatív boltban vagy virágüzletben biztos, hogy kapnak a kedves nézők, és dolgozhatnak vele. Én mindig egy ilyen színtelen lakkot szoktam ajánlani hozzá, fényes színtelen lakkot, teljesen mindegy, hogy milyen márkát. Ezt a fenyőt megint el lehet tenni jövőre, egyetlen egy apró kis műhavazással újra fel lehet tenni. Arra nagyon-nagyon figyeljünk oda, hogy minden gyúlékony rajta.
Én azt is szoktam javasolni a kedves vásárlóknak, hogy egy szép tálra tegyék ezt rá, mert ha bármiféle baleset történik, akkor könnyebb egy tállal kidobni, mint így minden van. Mással. És hát jól is mutat, mert kiemeli a igen. környezetéből. Igen, a gyertyára hát nagyon figyeljünk oda, hogy a gyertyáink szépek legyenek, teljesen mindegy, hogy milyen gyertyát használsz, az ízlésednek, elképzelésednek, lakásodnak megfelelő, mert én ahhoz is szoktam igazodni, hogy kinek milyen a lakása. Ez egy fontos szempont, így illetve van. Akár a fenyőfa díszei ahhoz is így kell, van, hogy passzolja pontosan. Tehát ez a kedves vásárlónak vagy a készítőnek a kreativitásától függ, hogy hogyan és miként készíti. Készítsenek szépeket, jókat, készüljünk a karácsonyra, a szeretet ünnepére, a békességre, a boldogságra, mert ezen kívül nincs más, csak hogy szeressük egymást és békességbe éljünk. És kreatívkodjunk, és használjunk ki minden adandó lehetőséget a gyakorlásra, hogy aztán élesbe is elkészíthessük az adventi koszorunkat. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nekünk, és megmutattad. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Önök a Porta 22. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk ismét, várom önöket új témákkal a jövőben is. Viszontlátásra!